Szép napot, magyarok! Üdvözlök mindenkit szeretettel, akinek van kedve csatlakozni a mai beszélgetésben, meg esetleg utána folytathatjuk is, mert hogy a most délutáni beszélgetést György Zsomborral fogom folytatni, a Magyar Hang főszerkesztőjével, mert hogy a Magyar Hang is ma jelenik meg, az az mindig pénteken jelenik meg, és ajánlom mindenkinek a figyelméből, mert hogy most egyhuzamban, együttőhelyemben lapoztam végig Magyar Hangot, baromi jó Magyar Hangot lapozgatni és olvasni. Annál is inkább, mert gondolkodásra késztet. Hasonlóan az életis irodalomhoz, ezeket a lapokat tényleg azért szeretem, és a Magyar Hang ráadásul megtalálta a saját különbejáratú Magyar Hangját. Azt meg azért kedvem különösképpen, mert az egész dolognak van egyfajta filozófiai hangvétele. És egyre inkább van egy olyan érzésem, hogy van szükségünk, a kornak van szüksége a filozófiára. Mert hogy az emberi léttel alapvetően összefüggő kérdésekkel birkózunk itt. A valójában. Az a baj, hogy én is egy kicsit lassan vettem észre, de azért először elmondom szeretettel a telefonszámot, amin hívható vagyok, 0630-177-86-59, György Zsombarral folytatott beszélgetés után György Zsomborral folytatott beszélgetés után folytathatjuk, ha van hozzá kedvük. Hát az, hogy a Hódmezővásárhelyi fideszes képviselők kivonultak a képviselőtestület üléséről, olyan nagyon nem is vagyok meglepve. 30-177-86-59, köszönöm szépen. Nem vagyok meglepve. Úgy tűnik, hogy az égett a világon minden gesztusa, a hatalomnak lényegében minden gesztusa, az eddigi sikeresnek tűnő agresszív politizálás logikáján halad tovább. Most már csak az a kérdés, hogy tudunk-e erre válaszolni, és milyen válaszokat adunk, és azok a válaszok sikeresek-e? Vagy sikeresek lehetnek-e? És mikor? Ugye ezt nagyon sokszor megkérdezik tőlem. De most felhívom Zsombort, jó? És akkor... Mindjárt lehetjük, hogy... Ó, királyok vagyunk. Sokan panaszkodnak arról különben, különösképpen engem is hívtak, hogy nehéz ügyeken hozzájutni a Magyar Hanghoz. Haló? Szavaz Zsombor, Csintalan Sándor. Hello! Szia! Elkezdtem egy kicsit már beszélgetni itt a kedves közönséggel, és most arra a kérdés, azon kérdés közben vetted fel a telefon, de mindjárt rátérünk a lényegre is, hogy épp azt meséltem el, hogy nagyon sokan hívtak engem vidékről, hogy nehezen férnek hozzá a Magyar Hanghoz, vagy szinte lehetetlen is. Én például azt javasoltam, hogy le kell dumálni a helyi újságárussal, hogy rendelje meg. Én úgy látom, hogy olyankor egyébként is az ember elmegy az újságoshoz, mintha nagyobb lenne a hajlandóság a lapkertben, hogy kihozza. Tehát a házhoz szállítási tapasztalataim rosszak, de én is itten Dunakeszin úgy oldotta meg a problémát, hogy a helyi újságosokkal, mert kettőt veszek, egyet mindig elajándékozok, hogy szóval az a tapasztalatom, hogy oda jobban kihozzák. Hát most mibe telik ezt az ember? Ez nagyon fontos egyébként, mert sajnos vízfélő az ország nagyon sok szempontból, és a média is ezek közé tartozik. Tehát nekünk kimondottan célunk ugye az, hogy minél inkább elérjük a vidéket. Ehhez képest sajnos a mi esetében is az az igaz, hogy alap 56%-ban Budapesten, az a Pest megyében fogy. Most oké, hogy te egy Dunakeszin ugye közel vagy, de hát nagyon-nagyon központosított ilyen szempontból a rendszer.
Pedig hát mindenképpen el kellene jutni vidékre, és fizikailag jelen vagyunk, tehát azért kapható az újság a nagyobb helyeken, de ez nem ennyire egyszerű, tehát csak attól kikerül a polc, ami nem biztos, hogy egy országos lapot el is lehet adni. Az az igazság egyébként, hogy úgy amúgy egyébként a lapterjesztés szempontjából a lapkeremelyeknek monopólium egyébként Budapesten is meglehetősen zúrzavaros, és egyáltalán alig-alig lehet elérhető távolságban mondjuk újságos találni. De ezt azért is hoztam szóba, mert ugye azzal indul a címoldal, hogy élet a halál után. Fél éve ölték meg a magyar nemzetet, és itt jelzitek, hogy még több tartalommal közönségünket erősítve megyünk tovább. Egyébként tényleg 26 oldal. Tényleg jobb egyébként. 28? 28 oldal. 28 oldal. Így van. Sokkal jobb. Hát úgy gondoljuk, hogy bocsáss meg, Sombor, valaki, várjál. Meg kell kényelmesedni egy pillanatig sem. Fontosan fejlődni kell, egyre több tartalmat és egyre jobb minőséget kell adni. Ez így működik, és így bizony most már 28 oldalas lett az újság. Úgyhogy én azt hiszem, hogyha valaki megveszi és elkezdi lapozgatni, akkor tapasztalni fogja, hogy ez most már tényleg egy egész hétre való olvasmány. Figyelj, ide, valaki azt mondta, te mit tudsz erről... Egyáltalán nem napi lap, igen. Valódi heti lap. Figyelj, te írtál itt egyébként egy, erről az egész históriáról egy szerkesztős egy cikket, ugye élet a halál után az ötödik oldalon, fogorvosnál voltam azért ledobok különben. Itt most valaki azt javasolta, azt hozta szóba, egy kedves néző, hogy netes rendelés, arról mit tudtok, az be tud válni, vagy mi a tapasztalat? Be tud válni, sőt, sokan olvassák digitális már az újságot, tehát ha megkeresnek minket, akkor erre is lehetőséget biztosítunk. Szerencsére külföldön élő magyarok is olvasnak minket, oda ugye máshogy nem is tudunk eljutni, mint digitális változatban, illetve hát megkérdettünk egy programot, az a fizesd előre a Nagyinak a valóságot, ez a programnak a címe. Különösen azokhoz szólunk, akik mondjuk fiatalként, vagy nem annyira fiatalként, de külföldön dolgoznak, és zavarja őket az, hogy otthon a nagyi, most ez legyen egy szimbólum, legyen lehető persze bárki más is, csak a propagandához jut hozzá, vagy csak azt fogyasztja. És ennek a programnak köszönhetően eljuthat hozzá az újság. Tehát egy előfizetéssel megkapja maga az előfizető a megrendelő külföldön digitális formátumban a lapot, míg az úgymond a nagyi, vagy nagybácsi, vagy szomszéd megkapja a nyomtatott változatot. Még mindig maradjunk magánál a lapnál. Megkaptátok tegnap előtt, vagy tegnap a Népszabadság Egyesület által alapított díjat. Elvetted át a Népszabadság díjat, igen, mert hogy ilyen van. Elképesztő, hogy múlik az idő, tényleg két éve népszabadság sincs, viszont ti vagytok, hála az égnek. Na jó van, én még annyit mondtam előre különben, hogy most úgy sikerült a dolog, hogy már hogy a lap végigolvasása, hogy leültem és végigolvastam. Jó ezt végiglapozni, és jót tett ez a 28 oldal, és nekem baromira bejön, és az is bejön, hogy nem tudom, rosszul láttam, mert hogy filozófikus a hangvétel. Van szükség szerinted filozófiára? Miért ne lenne? Miért na jó. Kicsit gondolkodjunk már ugye közösen. Egyébként érdekes, ha már így ezt így mondod, bár nem számítottam pont ilyen kérdést, de jó felvetés. Azt tudjuk egyébként, hogy a mi előfizetőnek a 80-valahány százalék, a 85-86 százalék egyébként felsőfokú végzettsége rendelkezik. Tehát nyilván ez egy adottság, hogy a nyomtatott lapot alapvetően az értelmes gondolkodó embereknek tudod eladni. Nem azt jelenti persze, hogy aki nem felsőfokú végzettséget bír, az nem lehetne értelmes és gondolkodó. De hát kétségtelen, hogy egy olyan közönségnek kell szólni, amely hajlandó az interakcióra, hajlandó tovább gondolni az írásokat, akár azokra reagálni is. Szerencsére sok ilyen van, tehát ennek mi örülünk, mert tudatosan egy közösséget építünk, tehát az előfizetőre nem csak fogyasztóként kell gondolni, hanem abszolút partnerként. Akivel van kapcsolat, akinek van lehetősége velünk beszélgetni, reagálni az információkra. Úgyhogy igen, ilyen megkülönböző. Az az igazság, hogy ugye ennek alátámasztásául megemlíteném a 22. oldalon Lányi András cikkét. Megemlíteném, meg kell, hogy mondjam neked a Hegyi Zolinek a Hegyi beszédeit is nagy élménye, nagy szeretettel olvasom. Most egyébként szintén ide sorolnám. Akkor ide sorolnám a mindjárt egy pillanat, és akkor
össze is rendezzük ezt a dolgot. Na, ja igen, igen, azért ide sorolnám én Stier Gábor interjúját a Varsói veszélyről, és ja igen, Schiffer András, az erdő, tőke és az erdő, és akkor befejezem. Ide sorolom egyébként a Nap 24 vetítést, a Klérus című filmmel összefüggésbe tudnék. Úgy látom, meg hát ezt naponta megéljük, hogy olyan kihívások előtt állunk, amelyek azért a napi politika fogalmaival, meg a napi hatalmi harcokkal azért nem írható le, és valami válasz csak két nekünk mondani, nem? Így van, így van. Ahhoz viszont kérdések kellenek. A felsőlást folytatjuk, azért Balabási Albert Mászlóink között. Ja, igen! Azt kerestem, igen. Igen. Ami Tukács Csaba készített, igen érdekes, bár ugye tudatosan nem beszél direkt politikáról, de azért a sorok között érdemes olvasni. Ha ne haragudjál, ez elég direkt nekem, de jó, hogy szóba hoztam, mert elkerestem. Hát a Barabásival készült, Albert Lászlóval készült interjúnak az a címe, hogy a demokrácia megbukott, egyébként ő maga ezt ki is jelenti. Hát ha ez nem belőtrázóan politika, akkor mi? Világos, de hát azért ahogyan ő beszél mondjuk a tudomány világáról, hogy ahogyan ő ugye egy Erdélyből elszámolott és egészen a Bostonig jutott, és ott egész fiatalon professzorrá váló ember, és nyilván ebből a szerepből ő azért ugye nehezen lép ki, és ez nem is baj. Nem is várjuk tőle azt, hogy ő direkt politikai üzeneteket fogalmazzon meg, de ezzel együtt érdemes odafigyelni szerintem minden szavára. Egyébként ennek az interjúnak az apropója a képlet címen megjelent új könyve, amit egyébként Amerikában fognak kiadni, és angol nyelven is írodott eredetileg, de magyarul előbb olvasható. Mindenkinek olyan, mert tudom, én már elkezdtem olvasni, és remek könyv. Az az igazság, hogy én azért még maradnék annál a kijelentésénél, hogy a demokrácia megbukott, tudnék, az egy kulcskérdés például. Itt van látensen, ritkán mondja ki az ember, meg ritkán beszélünk erről. Valahogy úgy tűnik, hogy az emberek hosszú idő után, jelen állás szerint egyre több helyütt arról vannak meggyőződve, hogy a demokrácia nem szolgálja az ő személyes jólétüket. És valahol eminens és materiális módon felvetődött az a kérdés, hogy akkor, amikor mi hívei a demokráciának, egyébként azt mondjuk az embereknek, hogy na és akkor az milyen baromi fontos, ekközben azért teszünk mi ahhoz érveket, valóságos és materializálható, meg lelkileg átélhető életet, érveket, hogy a demokráciában jobb élni, mint a diktatúrában? Nekem hirtelen kicsit tovább gondolva ezt a kérdést, ugye beugrott egy szó, méghozzá ez a korrupció. Igen. Talán ez furcsa hangzik, nem. Ugye hát a demokráciának egyik alapvetése, hogy ugye hogy átláthatóak a közügyek, és a sajtót is hagyják szabadon működni, és azt látjuk például, hogy akár csak itt a kampányra visszagondolunk, hogy mennyi korrupciói botrány előkerült, és mégsem befolyásolta érdemben a választás eredményét, vagy hát nem az látszik, mint a befolyásolta volna. Mennyire érzékeny például egy társadalom a korrupcióra, vagy mennyire gondolja azt, hogy ez a demokrácia, vagy ennek a társadalmi berendezkedésének a velejárója, hogy kvázi mindenki lop. És egy érdekes fejlődési út. Ugye, és a sajtónak akármennyire nem ér el eredményeket vele, mégiscsak az a feladata, hogy ezekről az ügyekről beszéljen továbbra is. Miközben a politika részéről, a magát demokratikusnak nevező politikai rendszer részéről, meg ugye azt tapasztaljuk, hogy mindennek tesznek azért, hogy ezek a hangok ne jussanak el a társadalom széles rétegei. Nyilván ez csak egy szelete annak a kérdésnek, amit felvetettél, de ugye talán érdemes erről is beszélni. Abszolút, és egyébként ebben a lapszámban vagy három helyütt írtok is arról, meg is írjátok, hogy mi történik az órunk előtt ebben a kis hazában. Most hagyj ne lapozgassam végig, de nekem nyilván előbb be fog ugrani. Ja, igen. Hát egyrészt nem tétlenkedik a Mészáros Birodalom, és itt egy nagyon fontos cikk is van ez alatt, még ennél is fontosabb, hogy mennyire, és utal is rá, hogy mennyire nem tudják az emberek, meg mennyire nem élik át, hogy egyébként az áfa, az a szegények adója. Itt a fancsikai Fancsina, a cikke, a tehetőseknek segít a magyar adópolitika, még az adópolitika is. Igen.
Azzal együtt nyilván üdvözlendő, hogyha adókedvezményt kap a középosztály, vagy ezzel próbálják mondjuk például a családalapítást elősegíteni. Itt az volt egy ilyen hír a napokban, hogy SZIA mentességet kaphatnak a három gyereknél többet vállaló édesanyák. Ezek remek dolgok amúgy, csak pont, hogy nem az alsó középosztályt, és különösen nem az alsó rétegeket segítik ezek az intézkedések. Nekem önmagában tényleg azzal sem lenne bajom, hogyha egyébként a felső középosztályt segítenek. Egyrészt egyébként nekem van... Persze, tudom. Egyáltalán. Nekem amúgy is van egy alapelvem ezzel kapcsolatban, tudom, az a pénz van meg, amit elköltöttünk, tehát ha majd látni fogom, hogy a három gyereket szülő édesanyák személyi jövedelemadó mentességet fognak kapni, akkor majd elkezdek ezen lelkesen csápolni. Ehhez képest meg ugye a Dévényi Pista ír egy költőjel szép cikket, ha már, ugye a hanyadik oldalon, nem tudom, hogy hanyadik oldalon, de nézzék meg. A report, az autista, igen, az áldott szörnyű, inszomnia. Igen, szóval azért ebben az a dráma, hogy egyébként pedig az elit meg a hatalom abszolút érzéketlen a tényleg komolyan hátrányos. 17. oldal. Igen, 17. oldal. Tehát így... Így van, hát gondolj csak az otthonápolás ügyére, ugye. Most lehet, hogy valami kis előrelépés lesz, de hát mennyi energiát meg kellett ezért mondatni. Egy olyan ügyér, ami a térségben mindenhol alapvetés, az otthonápolás az munka, és hát most azt mondtam majdnem, hogy tisztességes bérjár értem, mert egy minimálbér nem egy tisztességes bér, de legalább a jelenlegi megalázó összegnél mégiscsak valami a több. Hát egy költségvetési szinten nem tével. Amúgy meg egyébként még mindig munkavállalásnak és nyugdíjnak nem számít be, és azon kívül meg én nekem azért az egy rettenetes dráma. Nyilván a korom miatt is ugye el tudom képzelni ezt az élethelyzetet. A felnőtteket otthon ápolni, meg aztán iszonyatosan nehéz dolog lehet. Ugye az ember, amikor a gyerekéről gondoskodik, ez egy egészen más pszichológiai és lelki állapot, mint az, amikor tehetetlen és az életből távozni készülő embereket kell az életük végéig ápolni. De hát csak zárójelbe jegyzem meg. Na mindegy, nem akarnak befolyásolni, mondja Zsombor. No, hát, és ha még ugye a demokráciát felvetettük az előbb, meg már Dévényi István neve szóba került, hogy jegyezik publicisztikát is a 8. oldalon. Egy kicsit utopisztikusnak tűnik, nagyon nagy testvér ez a címe. Igen, igen. Ennek a cikknek a kiinduló pontja egy valóságos hír, mégpedig az, hogy Kínában már rendelkezésre áll egy olyan technológia, és vannak is ilyen tervek, ugye, hogy egyfajta társadalmi kreditrendszert alapítsanak ki, mindenkinek legyen egy pontszáma, amit kap, és ha rosszul viselkedik, akkor veszít a pontjaiból, ha meg a rendszer számára jól viselkedik, akkor szemszögéből jól viselkedik, akkor pedig emelhet a pontszámain, és ettől függ, hogy éppen milyen társadalombiztosítási szintet érhet el, mennyire vehet részt a közügyekben, mennyire nem. Elég ijesztő, de tudva az, hogy a politika mindenhol arra törekszik, itt Európában és itt Magyarországon is, ugye, hogy minél több mindent tudjon rólunk, még ha nem is ennyire utopisztikus módon. Lehet, hogy nem is ennyire távoli világ az, hogy egyfajta számmá váljunk a rendszerben. Már erről szól egy publicisztika. Igen. Ezt egyébként nekem nem is tűnt fel, pedig mindent végigolvastam, de pont ezt nem. Egyébként nagyjából 4 évvel ezelőtt írt először a HVG erről cikket, és 200 millió térfigyelő kamerát raknak ki Kínában. Most egyébként ugye szintén hír, hogy az ujgurok 100 000-eit viszik átnevelő táborokba. És azt is hozzá kell tenni, hogy effektív állampolgári jogok, egyetemre való bejutás, vagy be nem jutás, vagy külföldre való utazás lehetősége és esélye. És nem csak azt figyelik, mert ez egy ilyen 2020-ba fog elindulni egyébként ez a rendszer, ennek már majdnem minden része megvan. Minden internetes megszólalásod vagy megnyilvánulásod keresztül megy ezen a rendszeren. Azt is abszolút számon fogják tartani, hogy ki kivel barátkozik. És ennek a pontrendszernek egyébként mondjuk például az is a következménye lehet, már az ismert tervek szerint, hogy mondjuk kapsz-e útlevelet vagy nem. Igen. Ennek az alapjelvét, ezt mi nagyon jól ismerjük a múltból, és véletlenül sem akarok házamokat vonni, de mégiscsak vannak ugye válságjelek, hogy messze nem ilyen kivitelben, de hát ennek mi is részesévé válhatunk pillanatok alatt, hogyha nem figyelünk oda.
Jó, azzal a különbséggel talán, és ez mondjuk az Európa mellett, vagy az Unió melletti érv is, hogy jóval diverzifikált a kontinens politikai rendszere, mint mondjuk Kínáé, ahol azért mégiscsak egy totális államban 1 milliárd 300 millió ember fölött. Nekem az egyik ismerősem most jött haza Kínából, mondta, hogy Kínán kívülre kommunikálni lényegében szinte lehetetlen, mondjuk telefonálni lehet, de ugye a Google is, meg a talán a Facebook is talán még ott lehet, de valami egészen elképesztő cenzúrázás folyik. Hát igen, gondoljunk azért abba bele, hogy és azért is mondtam, sokkal amatőrebb módszerekkel, de hát ma is léteznek olyan listák, pont a kampányban nem egy ilyen előkerült, hogy tudják azt, hogy a rendszer részének tekintett illetők, legyen az a világboltos, legyen az a pap, legyen az a tanár, éppen milyen kapcsolati hálót tartanak, mennyire aktivizálható, hogy őt bevonják mondjuk egy rendezvény megszerzésében, akkor hány ember tud magával hozni. Tehát ilyenek léteznek, lehet, hogy most még csak egy számítógépben vagy egy papír lesznél felírva, de hát azért az adatgyűjtés az épp új része a mai politikának is. Hát egyébként én szerint én ide tartozónak vélem azt is, hogy egyébként hogy szelektálnak. Hát ugye a hétvége egyik érdekes, egyébként ti megtapasztaljátok és írjátok is, hogy egyébként a miniszterelnöki hivatal tájékoztatási irodája most tudomásul vette, hogy léteztek ugye a letelepedési kötvény kapcsán. Ja, igen, véletlenül kaptunk mi is egy közleményt, ahol ugye próbálják helyrejegyzíteni azt a hírt, miszerint a letelepedési kötvények nem is voltak annyira károsak az állam számára, hogy azok voltak, hát vannak számítások különbözőek, a legutóbbi szerint ugye 30 milliárdos kárt okozott a magyar államnak a letelepedési kötvénybiznisz. Ezt ugye most ilyen Transparency International nevéhez kötik, és nyilván a reakció mi más lehetett volna, mint hogy Soros György, hiszen az ő érdeke, hogy ilyen információk keringenek, csak hát ugye a tények meg a matematika azért viszonylag objektív dolog. Ez a közlemény nem befolyásolta. Számomra csak azért tűnt föl, hogy ez az egész eset, hogy hát kaptunk levelet tőlük. Ide akartam kiukadni. Igen. Mert mi nagyon sokszor írtunk nekik, csak hogy meg interjúkat kértünk, meg információkat kértünk, ahogy ezt más szerkesztőségek is megteszik, csak nem válaszoltak, és mi meg attól tartottunk, hogy biztos nincs meg nekik az e-mail címünk, de ezek szerint megvan. Úgyhogy nagyon várjuk, hogy a többi kérdésünkre választ kapjunk. Hát egyelőre hiába. Ugye ahhoz a hírhez akartam oda kötni, hogy most már ott tartunk, hogy egy jó, állami költségvetésből épült, közpénzből épült sportcsarnok átadására nem engedik be az ellenzéki sajtót, és most már az állami események egy jelentős részét úgy szervezik, hogy csak a baráti sajtót értesítik, aki még azon kívül oda megy, azt a környékre se engedik. Na most úgy látszik, hogy azt gondolják, és azt remélik, hogy hosszú távon lehet két valóságot felépíteni ebben az országban, illetőleg egy számukra kedvező valósággal el lehet látni annyi szavazót, amennyi ahhoz szükséges, hogy a hatalom megőriztessék. Na, Zsombor, mit ajánlott még a mindenki? És akkor még egyet mondjuk ajánljunk, hogy legyen, amit mondanék a Fityor Benedek kollégánknak a interjúzás tartalmással. Ja. Szergulár tudatóval. Akivel a Sorsok Házáról is beszélgettek, de hát a Gulág emlékéből nagyon tanulságos dolgokat mondott, Tartomás egyébként szerintem egy kiváló ember. És kitűnő történész. Kiváló történész, és a mostani rendszer képmutatásáról is szól azért az interjú. Anélkül, hogy minden poént, vagy hát poént, szóval minden érdekességet ebből előjünk, érdemes ilyen szemmel is nézni, hogy milyen szép hívószavak, jelszavak voltak ezek, hogy számoljunk el a múltunkkal, nézzünk szembe vele, adjuk meg a tiszteletet a ősöknek, és ehhez képest mennyire elhanyagolták ezt a területet is az utóbbi években, és még pont a Gulág emlékév milyen képmutatóra sikerült. Ó, egyébként azért is megragadt engem az interjú, mert ugye a tudományt, a felsőoktatást érintő dolgok zajlanak. Ugye a Tudományos Akadémia körül, meg ugye Kásler most bejelentett, hogy Magyarság Kutató Intézet fog létrejönni. Baromi jól hangzik, de hát bennem nagyon furcsa a reminiszenciákat kelt.
nem is ez az érdekes, hanem az az érdekes, hogy ugye nem nagyon mer megszólalni senki. És már az ember egy fél mondatnak is örül, és mondjuk Stark Tamás ebben az interjúban azért azt mondja, hogy ugye most nagyon sokszor hivatkozik arra a jelenlegi hatalom, hogy meg kell szüntetni a párhuzamosságokat, és ócsítani kell ezt a világot, de hát ezeket a párhuzamosságokat jó részt és javarészt egyébként ez a kurzus teremtette. És az a kérdés, hogy most akkor a párhuzamosan létező intézmények körül melyik fognak halálra ítéltetni. Hát a Magyar Tudományos Akadémiának, hogy másra mondjuk, ugye azért van néhány például nyelvvel foglalkozó intézménye, meg őstörténettel foglalkozó intézménye. Úgy tűnik, hogy ezeknek az alternatívái, amelyek lettek a párhuzamosságok maguk, ezek lesznek majd a hivatalos álláspontot képviselők. A tudomány autonómiájának vége. És ehhez nem szól hozzá senki. Ha egy ilyen mondatot olvasok, már elalélek a gyönyörűségtől. Hát ezek az alternatív valóságok, ugye? Hát amiről beszéltünk az előbb Kína kapcsán, ez a szép új világ. Vannak száz meg több száz éve biztosnak itt, vagy mondott tudományos tények, aztán lehet, hogy a politika felülírja őket. Jó, hát egy időre. Bár egyébként nem tudom, hogy mi a fenének kell a Magyarságkutató Intézet. Megmondta a főnök, megmondta Orbán Viktor, Türkmenisztánban ezt a tudományos kérdést eldöntötte. Most akkor nem tudom, hogy mi az. Ennyi. Jól van, Zsombor, köszönöm szépen, és akkor... Na, nagyon köszönjük az érdeklődést. Hogyne, aztán beszélünk róla ezen kívül is, de azért a hallgatókat, nézőket szokta izgatni, hogy mit ajánlunk nékik. Na, kellemes hétvégét kívánok neked. Köszönjük szépen, viszont köszi, kívánok hello, minden szia, jót. Szia. Viszont hallásnál, szervusz. Hölgyeim és uraim. Az a helyzet, hogy... Ha van kedve bárkinek hozzászólni ezeket az ügyekhez, meg bármi máshoz, akkor sok szeretettel várom a hívásukat. Ahogy említettem reggel, emlegettem, olyan érdekes, hogy adáson kívül szinte állandóan csörög a telefonon. Már ez a szám, és semmiben nem veszélyesebb nyilvánosság előtt itt beszélgetni. Egyébként, mint bármely más fórumon, bár hát igazából ilyen interaktív fórum, azt hiszem három maradt. Ugye a nagy nyilvánosságban, ugye az ATV-n fórum, a Karcz FM-en a Paláver, és hát ugye a Bolgár György műsora, ami hát döntően és lényegében Budapest és Budapest környéke. És ekközben meg nagy a vágy az emberekben, hogy beszélgessenek, de mondom, az én személyes tapasztalatom most tényleg nagyon furcsa ebben, hogy ha leteszem a telefont, vége a műsornak, akkor csörög. Úgy is szívesen beszélgetek, de meg is oszthatnánk ezt az élményt. A telefonszám 30-177-86-59, 30-177-86-59. És ha hívnak, akkor folytathatjuk. Bennem az a kérdés nagyon és erősen és intenzíven motoszkál, hogy az, hogy ezek a folyamatok sokak számára elviselhetetlenek, és sokak számára evidens az, hogy a demokrácia az emberi lét fundamentuma, ezt újra és újra be kell bizonyítani. A demokrácia újra és újra válságba szokott kerülni, hiszen ha valaki megjelenik és úgy dönt, hogy nem hajlandó ebben a térben és ezen szabályok szerint élni és mozogni, akkor simán föl tudja rúgni. Mert abban is egyet kell érteni, hogy betartjuk a szabályokat. Ha valaki nem akarja, különösképpen hatalmi pozícióból, és a kétharmados legitimitásra hivatkozik, akkor nehéz vele megbirkózni. Igen. Amit itt András ír, azért egy nagyon lényeges ellentmondásra és napi ellentmondásra világít rá.
nevezetesen arra az ellentmondásra, hogy igen erős feszültség van a között, a tény között, amit úgy különben a népvándorlók dehumanizálása és az iszlám dehumanizálása kapcsán elvégez a magyar hatalom, és a között, hogy egyébként bár a kurdok között is nagyon sok muszlim van, egy olyan országot, Törökországot, a maga 80, 20, lassan majd 100 milliós lakosságával, lassan-lassan a politikai iszlám által uralt országot meg be akar emelni az Európai Unióba. Illetőleg ezzel politizál. Ez az ellentmondás nem filozófiai, nem csak filozófiai, ez egy véresen komoly ellentmondás, és elég világosan igazolja azt, hogy Orbán arra játszik, és a feszültségek között óhajt lavírozni, és arra játszik, hogy minél több konfliktus és feszültség legyen. És hogy az Európai Unió egy olyan politikai intézménnyé váljon, ami teljesen döntésképtelen. Döntések nem kellenek. Az unió alapszerződésében rögzített értékrend nem számít. Ezzel összefüggésben egyébként újból felhívom a figyelmüket az Élet és Irodalom mai számában Nyerges András tollából megírtakra. Na, jól van, hát ha nem, hát nem. Én visszavonulok minden esetre. Ha lesz mondani valóm, akkor jelentkezem. Aztán holnap reggel megint találkozunk. Lehet, hogy este is beintegetek, vagy fogok önöknek integetni, hogyha valami olyasmit olvasok, meg hallok, amit úgy gondolom, hogy érdemes önökkel megosztani. Mihály, hát, hello, ezt tudom mondani. Most elköszönök. Köszönöm a figyelmüket, minden jót!